Sziasztok, srácok! Ez itt a bűvész trükkök új része. Ebben egy igazán izgalmas trükkel jövök. Itt láthatjátok, itt van egy Fonyódi márkájú üveg. Ezt a Fonyódi gyárból szereztem, eredeti, nincs sehol megpreparálva. Nem az üvegben van a megoldás, de nem is az érmében. Ez az érme egy... mi is? 50 pfenninges. Nem tudom, ezt már régebben kaptam, most ezt használom már régóta ehhez a trükkhöz, de nincs teljesen, ez is acélból van, és most leejtem. Tehát látjátok a koppanását, teljesen nem tudom elfeszélni, nem is ebben rejlik a megoldás. Szóval, fogom ezt az üveget, és bele fogom juttatni az üvegbe ezt az érmét, mielőtt azt hiszitek, hogy a kupakjába juttatom bele, nem, mert a kupakján szerintem be se fér, ám bár lehet, hogy befér. Nem fér bele. Nem a tetejében van a megoldás. Figyeljetek, lehet, hogy kitaláljátok, mert igazából ezt egy fekete üveggel a legjobb csinálni. 3, 2, 1. Az üvegbe bejutott az érme, és látjátok, hogy fogságra ejtettem, és nem is tudom kiszedni most már. Viszont ha pár pillanatra elfordulok tőletek, és ez volt azt hiszem az 5. másodperc, az érme pedig kiszabadult. És most jön a magyarázat. Az elején direkt említettem, hogy az üveg nincs kipreparálva, vagy persze, hogy ki van preparálva, különben nem lehetne megcsinálni a trükköt. Itt van rajta egy titkos kis ajtó, amit igazából, ha gyorsan mozgatom az elején, nem is igazán lehet észrevenni, szerintem. Csak nehogy odaüssük erősen a kezünket, mert akkor meghallatszik, hogy itt valami csapódik. Üvegek nem szoktak igazából csapódni. Ezt a hangot nehogy, hogy véletlenül így belemarkoljunk, nagy a körmünk, akkor esetleg beleakadhat, és akkor lelepleződünk. Esetleg az cédulán is lehet a kis ajtó, ott lehet, hogy ez jobban látszik, de nem tudom, én még nem próbáltam ezzel az üveggel. Játszom a trükkömet, szóval annyi a teendőtök, hogy megfogjátok ezt az érmét, és beleütitek. Ügyesen, és gyorsan, és aztán pedig elforgatjátok, és azonnal megrázzátok. Hoppá, most kicsúszott. Igen, és most már pedig sejthetitek is, hogy hogy szedtem ki. És megint az ajtóban van a megoldás, ha itt megnyomom itt oldalt, akkor itt kinyílik. Nem tudom, hogy látjátok így. Itt oldalt megnyomom, akkor kinyílik ez a kis ajtó, és az érme pedig, ami most bent van, tökéletesen kiesik. Azért voltam 5 másodpercig ugye megfordulva, mert most nem igazán sikerül, de ha ezt az ajtót már akkor kinyitom, amikor kezdek elfordulni, akkor elfordulok, és már kész is. De talán itt egy kicsit titokzatosabb, mert az asszisztensek is lepej szoktak emelni a nagy bűvészek elé, amikor szabaduló trükköket, olyan trükköket, amikhez egy kis idő kell, olyan ilyeneket csinálnak, szóval ez a lényeg. Szerintem ezt már megtanultátok, szóval egy éles ollóval, egy szikével, késsel egy kis ajtót vágtok. Nem olyan ajtót, hogy teljesen kivágjátok, csak ilyen félig nyitódót. És az érmét pedig erősen beleütitek. Aztán pedig gyorsan le is forgatjátok, hogy nehogy meglássák a titkos ajtót, ami kicsit talán amikor be lesz nyomva. Szóval ennyi a teendő, remélem jól szórakoztatok, a következő rész is egész izgalmas lesz. Jó kis trükköket tanulhattok még ebben a sorozatban. Sziasztok!